Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pünkösdi hal és vadünnep, több helyen számíthatnak útlezárásokra az autósok. Újra működnek a szökőkutak, beüzemelték Szekszárd legszebb vízköpőit. Szigorít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, több módosítást is bevezetnek július 1-től. Pumpapálya Dombóváron közel 29 millió forintból épült meg a közösségi tér. Több utca lezárására és forgalmi rendváltozásokra kell számítani az elkövetkezendő napokban Szekszárdon. A pénteken kezdődő négynapos pünkösdi hal és vadünnep a város több területét is érinti majd. A szervezők az autósok megértését és türelmét kérik, hiszen a legfontosabb a rendezvényen résztvevők biztonsága. Zajlanak a munkálatok a Szekszárdi Béla király téren. Június 3-án pénteken ugyanis kezdetét veszi a négynapos pünkösdi hal és vadünnep. A Tolnai megyeszékhelyen 2019 óta nem volt nagy rendezvény, azonban mint minden fesztivál, ez is bizonyos korlátozásokkal jár. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójának elmondása szerint hónapokon át tartó egyeztetés előzi meg egy ilyen nagy volumenű program sorozat biztonsági tervének összeállítását. Nagyon sok szakhatósági egyeztetés, katasztrófavédelem, rendőrség, kormányhivatal különböző szakhatóságainak a véleményét, illetve az előírásainak a betartását kell egy biztonsági terve összefoglalni, és ennek egy igen fontos fajsúlyos része, hogy a fesztivál területét biztonságos módon lehessen megközelíteni, illetve ami még fontosabb, hogy az ott tartózkodás is biztonsággal legyen. Ez sajnos elsősorban az autósok számára kellemetlenséget jelent. Lezárásra kerül június 7-éig a Zeneiskola és az Arany János utca közötti szakasz, és a Szent István tér, Vosinszky-Mór megyei múzeum, illetve a Garai János gimnázium közötti terület. Továbbá az August Imre utca, a Szekszárdi járásbíróság és a Kiskorzó téri kereszteződésig tartó szakasz. A Széchenyi utcában pedig félpályás utcára számíthatnak az autósok, és teljes lezárásra a Várköz-Szentgári Gyula utca között, illetve a Bezerédi utca tömbelső parkolójának bejáratáig zsák utca lesz. A Béla király tér egy nagyon szép rendezvényhelyszín, ugye a belváros hangulata, főleg az esti órákban, ez nagyon nagy élményt tud adni mindenkinek. Úgyhogy annyit tudunk mi tenni a szervezők nevében, hogy kérjük a lakosság türelmét és a megértését, és próbáljuk meg ezeket a korlátozásokat úgy elviselni, hogy ez egy néhány napig szól, viszont olyan sokat ad ez a városnak és az ide látogató vendégeknek, hogy talán megéri egy picikét megérteni ezeket a problémákat is. A forgalom elől elzárt területeken a gyalogosok szabadon közlekedhetnek, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek is áthaladhatnak. Az olajszállítási alternatívák hiánya miatt az olajembargó nem politikai ízlés vagy politikai szándékok kérdése, hiszen nem veszíthetjük szem elől az ország energiabiztonságát, mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az orosz olajembargó ügyében hozott döntést a józanész és az európai összetartás győzelmeként fogják fel. Kovács Zoltán elmondta, hogy Magyarország álláspontjának nincs köze a Budapest és Moszkva közti pragmatikus üzleti kapcsolatokhoz, amelyeket az elmúlt években, évtizedekben kiépítettek. Mint mondta, az embargó nem politikai ízlés vagy szándékok kérdése, Magyarországnak ugyanis hozzávetőlegesen 4 vagy 5 évre volna szüksége, hogy megfelelő technológiai alternatívát építsen ki ahhoz, hogy teljes mértékben függetlenné váljon az orosz energiaszállítástól. A benzinástopnak köszönhetően egy átlagos 50 literes tankolással 12 ezer forintot takaríthatnak meg a magyar autósok, mondta a Technológiai és Ipari Minisztérium energia és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attila kiemelte, rekordmagasak az árak, több országban már 800-900 forintot is kell fizetni az üzemanyagért. A benzinástopnak köszönhetően azonban Magyarországon a legolcsóbb a benzin és a dízel egész Európában. Az államtitkár emlékeztetett, hogy a magyarok már több mint fél éve 480 forintért vásárolhatják az üzemanyagot. Enélkül most a 95-ös benzin 738 forintba, a dízel pedig 726 forintba kerülne a hazai benzinkutakon. Steiner Attila hangsúlyozta, a benzinárstopp csak egy a sok intézkedés közül, amellyel a magyar kormány védi a magyar lakosságot a háború negatív gazdasági hatásaitól.
Szekszárd megyei jogú városvezetése úgy határozott, hogy június 1-ével beüzemeli a belvárosban található 6 szökőkútját. A felújítási munkálatok végeztével a fesztivál szezon kezdetére üzemképesek lettek a fontanák, melyek a megyeszékhely szépségéhez is hozzájárulnak. Szekszárd önkormányzata a nyári szezonra 6 szökőkutat hozott üzemképes állapotba, melyek közül 2-t a Béla téren, 2-t a Szent István téren és egyet-egyet pedig a Garai téren és a Liszt-Ferenc téren működtetnek. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, a megfelelő látvány kialakításához elengedhetetlen, hogy üzemeljenek a belváros szökőkútjai. Mi úgy döntöttünk a lehetőségeink számbavételével, hogy a szökőkutakat az idei évben június 1-től üzemeltetjük. Természetesen tekintettel arra, itt anyagi lehetőségek számbavétele és a másik része, hogy a Pünkösdi Fesztivál esemény sorozata most kezdődik péntekkel a városban, és ezzel is hozzá szeretnénk járulni a szebb városképnek a kialakításához. Mint minden látványelemhez hasonlóan, ezeknek a kutaknak az üzemeltetése is költséggel jár. Ez havi szinten 1,1 millió forintba kerül a városnak. Gyakorlatilag folyamatos karbantartások és fenntartási költségek merülnek fel a technikai oldalról. A 2021-ben vezérlések cseréjére 3,3 millió forintot költöttünk, és 2022-ben a tervezett gépészeti felújításoknak a költsége az 3,6 millió forint lesz. Az előző évekhez képest jelentős áremelkedés történt az elektromos áram és a kutak működtetéséhez szükséges alkatrészek terén is, így azok csak júniustól üzemelnek. Száraz és az átlaghoz képest kissé hűvösebb volt az idei tavasz, állapította meg előzetes, szerdán közzétett elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Azt írták, méréseik alapján a 2022-es tavasz az átlagnál fél Celsius fokkal hűvösebb volt. Főleg az évszak első felében volt az átlagnál jóval hidegebb, sok napon fagyott is, majd a május melegebb időt hozott. Az évszak középhőmérséklete országosan 10,6 fok volt, ez kissé átlag alatti, mivel az 1991-2020-as átlag 11,1 fok. A tavasz első hónapja 8 fokkal, míg a második hónap 2 fokkal maradt el a normáltól. Utóbbi kapcsán megjegyezték, hogy a tavalyi április után az idei is 10 fok alatt maradt. Hasonló legutóbb 40 éve, 1981-ben és 82-ben fordult elő két egymást követő évben. Az idei május sorozatban 3 nagyon hűvös május után a szokásosnál 1,2 fokkal melegebb volt. A száraz januárt és februárt is figyelembe véve az év első 5 hónapjában csupán 124,7 mm csapadék hullott országosan, így a január-május időszak az 5. legszárazabb 1901 óta. Ahhoz, hogy a tejágazat ma sikerágazat legyen Magyarországon, nagyon sok munka kellett, a siker alapja, a feldolgozók és a termelők együttműködése, a kiskereskedők bevonása a termékpálya működésébe, valamint az, hogy az ágazatban dolgozó cégek sikerrel tudják megvalósítani fejlesztéseiket, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt arról beszélt, hogy az elmúlt egy évtizedben 26%-kal nőtt a tejtermelés, és 2,1-szeresére nőtt a tejágazat export értéke. Hozzátette, hogy 2015 óta 25 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések az ágazatban. Sok változást hozott és hoz még a 2022-es év az agrárgazdaságban. Többek között ez év július 1-től több szigorítást is bevezetnek a földtulajdoni szerződésekkel kapcsolatban. Erről beszélt stábunknak Györfi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának földügyi referense. Jelentős változásokat vezet be július 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amik leginkább a földhasználati szerződéseket érintik majd. Az egyik fontos változás már életbe is lépett, ez a haszonbérleti díj kifizetésének módját szabályozta. A 2022. január 1-e után megkötött haszonbérleti szerződések esetén nincs már mód és lehetőség készpénzes fizetési teljesítésre, csak átutalás, illetve postai úton tudják
haszonbérlők teljesíteni, haszonbérbeadók felé a kötelezettségüket. Azonban három kivételt így is megenged a jogszabály, ha közeli hozzátartozók között történik a teljesítés, ha tanyabérbeadásról beszélünk, vagy ha az érintett terület mérete kevesebb, mint 1 hektár. A másik fontos változás július 1-jével lép majd életbe. Hogyha két gazdálkodó, két földműves tulajdonban bírt egy adott ingatlanban, az egyik szerette volna megvásárolni a másik ingatlanát, akkor nem volt időkorlát, tehát bármikor szerzett tulajdont, akár egy hete, egy hónapja, több éve, akkor egy közös tulajdon megszünteti okirattal tulajdont szerezhetett, és hatóság jóvágyás alól mentes volt. A jogszabály itt szigorítást vezetett be, hiszen csak akkor mentesülhet az adásvételi szerződés a kifüggesztés alól, ha a vevő legalább 3 éve tulajdonostárs az adott területben. A rendszerben egy új úgynevezett megtagadási jog is bekerült, vagyis ha a föld tulajdonos aránytalanul magas áron akar haszonbérleti szerződést kötni, akkor a bérbevevő akár keresetet is indíthat az ügyben. A jogszabály nyilván egy egészséges inflációt figyelembe vevő emelkedést megenged és tolerál. A helyben szokásos kialakult bérleti díjaktól való drasztikus eltérést az, amit nem tart elfogadhatónak és aránytalannak tekinti. Ez minden településen más és más lehet. A szakértő hozzátette, akár Tolna megye vonatkozásában is lehetnek nagyobb eltérések. A föld minősége, művelhetősége és öntözése, valamint a holléte miatt. Már csak a hónap végéig érvényesek azok az okmányok, amelyek bár korábban lejártak, de a veszélyhelyzet miatt meghosszabbították az érvényességüket, ezért érdemes minél előbb ellenőrizni az utazáshoz, személyazonosításhoz szükséges igazolványokat. Június 30-áig érvényesek a 2020. március 11 és 2022. május 31-e között lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok. Ugyancsak e hónap végéig használhatók az egyéb hivatalos okmányok közül a 2020. március 11 és július 3-a, valamint a 2020. november 4 és 22. május 31-e között lejártak. A tartózkodási, letelepedési és bevándorlási engedélyek kivételt jelentenek. Csak a 2020. november 4 és 22. február 28-a között lejárt okmányok érvényessége hosszabbodott meg június 30-áig. Pumpapályát adtak át Dombóváron. A park az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szakmai segítségével jöhetett létre, mely közel 29 millió forintból valósult meg. Dombóváron a Gyár utcában kapott helyet a pumpapálya, vagyis egy modern közösségi és játszótér. A település polgármestere kihangsúlyozta, fontosnak tartja a testmozgást, a fiatalok egészséges életmódra való nevelését. Annak érezzük fontosságát, hogy olyan közösségi terek legyenek, a fiatalok tudnak sportolni. Az elmúlt néhány évtizedben Szőlőhegyen a buszmegordonál voltak különböző buckák, gödrök ácsva, igazán azt gondolom, hogy méltánytalan volt Dombóvár városához. Amikor ez a pályázati meglehetőség megnyílt, azonnal értünk a lehetőséggel és pályáztunk erre a pumpapályára, aminek azóta megtanultuk a definícióját is, és tudjuk, hogy mit akar egy pálya, és azt mondom, hogy kiváló szakemberek, illetve fiatalok mutatják, hogy mire is lehet ezt használni. Az ország különböző pumpapályáin már tapasztalatot szerzett fiatalok érkeztek bemutatót tartani a helyes használatról. A biztonság érdekében a sisak és a különböző védőfelszerelések alkalmazása nélkülözhetetlen ebben a sportágban. Igazából mindennel ugye a szaktudás az így közbe jön, tehát hogy ahhoz, hogy valaki ezt elkezdje, ahhoz én azt mondanám, hogy egy nagy kupac bátorság kell, kitartás, ugye az nagyon fontos, úgy, mint általában az összes sportnál. A dombóvári pumpapálya az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda támogatásával és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szakmai segítségével valósult meg. A közel 29 millió forintból elkészült projekthez a város önkormányzata csak nem 16 millió forint önerőt biztosított költségvetéséből. Regionális híreink következnek. Felfoghatatlan bűnügy Komlón, megölte 2 hónapos gyermekét a nő. Teret neveztek el róla és szobrot avattak a tiszteletére. Somló Tamásra emlékeztek Szigetváron. Teltház várható a hosszú hétvégén a Balatonnál, számos program várja a tóhoz érkezőket. Tragédia történt Komlón kedden. 2 hónapos gyermekével végzett egy fiatal nő. Az esetet a nagyszülők vették észre, akik már hiába hívták a mentőket.
28 éves, jól szituált komlói anyukát Bilincsben vezetőszáron állítottak elő a rendőrségre, miután otthonában a fürdőkát vizébe folytotta kisgyermekét. A gyermekre az éppen látogatóba érkező nagyszülők találtak rá, akik azonnal hívták a központi segélyhívószámot, azonban a kiérkező mentők sajnos már nem tudták a csecsemő életét megmenteni. A kollégáim elfogták a helyszínen a nőt, akit előállítottak a rendőrfőkapitányságra. Anyumozog gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő részletes vallomást tett. A bűncselekmény körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. A nő ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntete miatt nyomoz a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított letartóztatása tárgyában tartandó ülésre június 2-án kerül sor a Pécsi Járásbíróságon. Teret neveztek el róla és szobrot avattak Somló Tamás tiszteletére Szigetváron. A 6 éve elhunyt zenész aktívan részt vett a helyi zeneiskola jótékonysági rendezvényein, sőt, oktatta is a következő generációt. Az ünnepségen részt vettek zenésztársai, barátai, akik kedves emlékeket idéztek fel a művészről. A Weiner Leo alapfokú művészeti iskola növendékének műsorával köszöntötték a közönséget Szigetváron. Különleges esemény okán gyűltek össze a meghívottak, ugyanis Somló Tamás mellszobrát avatták fel a Vigadó előtt. A 2016-ban hosszantartó betegség után elhunyt zenész évtizedeken át volt aktív részese a szigetvári zenei életnek. Az ünnepségen legjobb barátai és kollégái emlékeztek meg róla, többek között Horváth Csárli, akivel gyerekkoruk óta ismerték egymást. Nagyon szerettem, nagyon-nagyon hiányzik. Az én lakásomban ott van a fényképpen, nagyon sokat voltunk. Tehát ha jön neki, hogyha volt valami bulija, akkor mindig meghívott. Én nekem több volt, és nagyon sokszor meghívtam. Felszólalt Demjén Ferenc is, aki szintén nagyon jó barátságot ápolt Somló Tamással. Azt mondja, az egyik legfelismerhetőbb tulajdonsága a késés volt, de ezt sosem rótták fel neki. Nem lehetett ráharagudni egyszerűen, azért nem, mert nem volt értelme. Szóval, ha haragudtam volna, akkor sajnálom pofát vágni. Nem szól egy szocsalat, nem érdekli. Szóval lepergett róla minden, ami amúgy nem tetszett nekünk néha. De ilyesmi se volt, mert már megszoktuk, és egyszerűen akkor lett volna baj, hogyha nem csinál valamit rosszul. Fren Reisz Károly elmondta, hogy a most felszólalt emlékezőkkel és Somló Tamással nagyon szoros kapcsolatban álltak. Ha rágondol, mindig a mosoly jut eszébe. Ő egy igazi natur hippi volt, aki tulajdonképpen semmivel nem törődött. Ő ezt az egész életet úgy nézte, hogy itt nincs semmi fontos dolog. Itt az embernek élni kell az életét, csinálni kell, amit szeret. A mellszobor felavatása mellett további meglepetéssel is készültek a vendégek számára. A Vigadó melletti kis térnek ugyanis eddig nem volt neve, így mostantól a dr. Somló Tamás tér névre hallgat. Ezt a táblát is leleptezték az ünnepségen. Covid-árváknak varnak takarókat a Kaposfolt csoport tagjai. A Foltvarró Klub egy országos kezdeményezéshez csatlakozott ezzel az akcióval. Egy kislánynak való házikókból álló takaró már elkészült, most egy kisfiúnak készítenek egyet. Van ez az alap, és különböző részekből, például van ez a hátsó része, aztán ez a rakomány része, aztán a kerekei. Egy fehér anyagra varták fel ennek az autónak a részeit, mutatja a Kaposfolt csoport egyik tagja. A foltvarrók azt mondják, örömmel csatlakoztak az országos felhíváshoz. Ezt én egy jó kezdeményezésnek tartom, mert jó így a csoportnak, hogy összehoz bennünket, és biztos, hogy jó annak is, annak a kisgyereknek, aki meg fogja kapni, mert érdekes, izgalmas dolgok, motivumok vannak benne, és szerintem azért az is átjön rajta, hogy ezt többen csináltuk, és hogy szívesen csináltuk. A néhány éve működő foltvarró csoport minden tagja részt vesz a takarók elkészítésében.
13-an vagyunk, 12 blokkból áll egy takaró, a befejezése az rám hárul, tehát a blokkoknak az összevarása, a szegélyezés, a tűzése, tehát minden csoportásunk részt vett ebben a feladatban, ahogy látjátok, most is szép számmal megjelentünk és varrunk, úgyhogy mindenki részt vett benne. Ezért nagyon szép ez a kezdeményezést. Országosan eddig már több mint 50 takaró készült el a jótékony foltvarrók jóvoltából. A Kapos Folt csoport a tervek szerint decemberben adja majd át az ajándékokat. Számos programmal készülnek a hétvégére a szállodák a Balatonnál. A legtöbb helyen már csak egy-egy szoba maradt Pünkösdre. A szállásadók azt mondják, sokan az utolsó pillanatban foglaltak. A turisztikai szakember azt mondja, erős nyári szezon várható a tónál. Ebben a zamárdi szállodában mindig kiemelt időszak a pünkösd. A legtöbb szoba már hetekkel ezelőtt elkelt. Elsősorban családok töltik majd itt szabad idejüket. Most a két éjszaka volt, ami meghatározó volt, talán ez, amit átlagnak abszolút mondhatunk. Valószínűleg azért is, mert itt még azért a iskola végi hajrát, azt meg kell a gyerekek szempontjából szervezni, és jobban oda kell figyelni, és amiatt talán nem maradnak még egy napot, hogy azért a tanulásra is még maradjon idő, ahol szükséges. Nem csak a pünkösd lesz telt, házas nyárra már a szobák 70%-a elkelt. Balaton déli partja az leginkább a kisgyerekes családoknak a desztinációja, és akkor egy kicsit, hogy a szülőknek is maradjon szabadidő, akkor a nagyszülőkbe szoktak segíteni a gyerekek felvigyázásába. Úgyhogy jelenleg a július, illetve augusztus első két hetén már nagyon szép 70%-os foglaltságunk van. Hoffmann Henrik szerint a pandémia okozta világhatások, a háború, a magas euró és üzemanyag árfolyamok miatt sokan nyaralnak majd itthon, és választják a Balatont a nyári szezonban. A tónál azonban készen állnak a vendéglátóhelyek a szezonra. Én őszintén remélem azt, hogy a Covid utáni eltelt időszak kilábalása folytatódni fog az idei esztendőben is. Ugye tavaly minden idők egyik legjobb szezonja volt a Balatonnál. Én abban bízom, hogy az idei esztendőben tovább javulhat, de legalább azt a szintet fogja tudni hozni a tószolgáltatói közössége. Én azt gondolom, hogy felkészültünk a szezonra. A szakember hozzátette, ma már nem csak a nyári főszezon népszerű a tónál, hanem a tavasz és az ősz is, hiszen a tó körüli vendéglátóhelyek ebben a két időszakban is számos programmal várják a kikapcsolódni vágyókat. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Pünkösdi hal- és vadünnep, több helyen számíthatnak útlezárásokra az autósok. Újra működnek a szökőkutak, beüzemelték Szekszárd legszebb vízköpőit. Szigorít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, több módosítást is bevezetnek július 1-től. Humpapálya Dombóváron közel 29 millió forintból épült meg a közösségi tér. Pénteken napsütéses, füllett meleg idő lesz, ez csak átmeneti felhősödések zavarhatják meg. Estig csapadék sem várható. Késő délután nyugat felől felhősödés kezdődik, és estétől egyre több felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Hidegfront érkezik. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!